Hello! Csácsó, mit csinálta ezt a csoki? Szevasztok, gyerekek, üdv a csatin! Kipari jelentkezik, és most már nincsen itt a hiba. Mert a rántott hús megesszük, és nem lesz galiba. Hát ez nem jött össze, jó van, oké? A spontanitásnak vannak hátránya is, meg előnye is. Na figyeljetek, egy csomó védett körlere Csigyári. Ja, itt közben gondolkodtam egy csomó, nem például, hogy azok a turretek szerintem nem jól vannak lerangva, hanem konkrétan arra néznek, és az utolsó végpont, amíg el tudnak tekinteni, az kb. 45 fok, vagy így, na várjál, mindjárt megmutatom. Tele akarom zabárni magam, hogy utána ne köljön, meg egyébként, ja, tele kéne innyom magam, hogy utána ne köljön. Máma egy csomó mindent kéne csinálni, máma a trash feladatokat fogjuk csinálni, de nem csak a trash feladatokat, a csomó minden jó feladatot is egyébként. Ezt hadd szkrepeljem le, mert kettő darab ilyen kutyafasz a blokk ide került. Na, mennyi van még? 57 kaja, hát tegyünk még egyet. Meg inni is kell egy csomót, mert le vagyunk amortizálódva, egyébként valami jobb piákat jó lenne már kezdeni csinálni. Ja, legalább a Yuka Juice-zal valamit kezdene a képből, aztán akkor lenne egy kicsit jobb a szituáció. Na, akkor várjál már. Ígyunk. Be fogunk húgyozni egy itiszok, gyerekek. Na, izét kellene csinálni itt, körükére nézni. Például, nem tudom, minek van nálam 9 mm-es lőszer, és miért nincs nálam például ilyen lőszer. Ilyen lőszerből viszünk egy kettőt, meg lehet, hogy viszünk egy, hát a 9 mm-es, ja, shotgunom az nincsen, de lehet, hogy egyébként tudnék ma shotgun, de valószínűleg, hogy nem. Ugye? Oké. Ami nekünk nem kell, az a szerves craftbu, ezt most egyelőre kirakom, meg egyelőre ezt is kirakom, meg az alkatrészekből ezt is kirakom, mert ma ugye nem fogunk valószínűleg idejönni. A fából ezt a mogyorós veszőt kirakom, a kaja alapanyagból, meg a pia meg ebből ezt is kirakjuk. Maradék az marad nálam, a pia alapanyagból ezt ide rakjuk. Szerves, úristen, úgy utána, hogy egy minden kocorban nálam egyébként. Valaki írta még az egyik rész alá, hogy mindjárt mondom, hogy micsodát. Egyébként ez a rengeteg homok az ugye a kőhöz megy, ja? Viszont ezt fogom vügyni magammal, a szervetlen crafthoz van itt egy csomó minden, például ez is, meg ez is, meg ez is. Meg itt van egy láda, ami igazából mehetne a scrapbe, mert ugye azt akkor már nem akarjuk lerakni. Jó, ennyi dologgal megindulok, mert még akkor akarnék csinálni dolgokat, de egyébként a kűibe, abból lehet, hogy kirakunk egy ilyet, azt elég lesz nekünk akkor egy olyan. Hát ezt jó, megmondtam, na, várjatok, ez nincs kész még? Growing van még mindig. Jó, van, nincs is semmi probléma ezzel. Le kéne menni gyorsan. Egyébként egyre jobban gondolkozok azon, hogy valami lajtorgyát kellene csinálni lefele, aztán akkor nem kéne itten szívni azzal, hogy ilyen hosszan megyünk le. Bár most lemegyek, akkor valószínű, hogy nem fogok egy darabig följönni. Úgyhogy tényleg úgy kéne intézni a dolgokat, hogy amikor lemész, azt a betyár. Mi ez a gameplay-en kívül is azért töltődik? Hogy néha olyan randomnak tűnik nekem ez a dolog. Várja, pia alapanyag, hoz rakjuk be, jó, aztán akkor itt majd egyszerre kifőzzük, amikor itt fönn leszek. Hogy ne menjen fölöslegesen itt a dolog. Ja, olyan randomnak tűnik az a dolog. Ja, és úgy kéne intéznem a dolgunkat, hogy elintézek egy csomó mindent, és akkor utána lemegyek, akkor ne kelljen följönni egy darabig. Jó, remélem, hogy mindent is elintéztünk. Még mindig nem vagyok megbékélve ezzel a buzogánnyal. De remélem, hogy az acéllal jobban leszek. Az acél az esetleg nem lesz nagyobb attack speedje, csak az a baj, egyre csökken az attack speedjük. És ezzel körülbelül nem tudsz semmit csinálni, mert nyílen van az attack speedem szerintem. Hát ezek vannak problémák, egy csomó minden. Ja. A bálára esés, azt mondtátok, csökkenti az ütközést, de nem 100%-ig. Úgyhogy azzal lehet, hogy lennének problémák. Viszont, ja, akkor már van motorunk, akkor motorozzunk. Egyébként ezek mit dütek föl? Emegyünk az erdős részt, az ott elütetjük azt a sok magot. De egyébként emehetnék olyan részre, amíg nem jártam azt, akkor lenne egy ilyen külön kis dolog. Menjünk erre Quick Bait Pointnak. Mert itt láttam dolgokat érdekeseket, vagyis nem is arra akartam, hanem arra itt láttam én az erdő szélben valami épületet. Menjünk az úton. Ez tök jó egyébként, ez ilyen, kicsit ilyen chopperes. Ez nagyon régebben szarabb volt ez a motor, bár nem is nézett ki el jól. Ott láttam valami épületkét. Elmegyünk az erdőbe, de igazából akkor ennyire nem is nagyon érdemes. Hallod, ez így eszi az üzemanyagot? 91%-on van. Ez nyílen volt az üzemanyagunk, nem? Vagy nem volt nyílen? Hát de szerintem igen.
Ez úgy akkor baráti. Na mindegy, inkább menjünk az erdőszélbe, azt a vágunk orfát. Kellene gyűjtögetnem magunkat részeket, az az igazság, mármint hogy egy kocsikat szétszedni, meg mindent is szétszedni folyamatban. Csak az a baj, annyira szétterheli az az inventoridat, szórja minden szemét, hogy ma egyébként nem azt tervezem, hogy ilyet csinálok. Ott mi van ott a távolban? Ezen az úton van valami ott. Az arra lettem volna kíváncsi. De szerintem ott az már megint egy városszerű akármi. Oké. Így álljunk meg, aztán már vágom is a fát hűvös falomba. Hát, figyeljetek, igazából a bázison mellett kéne egy erdőt kialakítani, nem? Tök fölöslegesen lenne. Tök fölösleges lenne ilyen messze, mert akkor ennyi erőbe kijövök az erdőbe fát vágni, nem? Úgyhogy lehet, hogy azt csináljuk. Igaz, hogy nem akartam ott a környéket szétcseszni, de valószínű, hogy az fog történni. Vajon nincsen skill pontom, gyerekek? Nincsen. Nem is tudom hány szintűek vagyunk, de már valami nagyon epik nagyok. 45-ös szintűek. Mennyi a max szint? Gondolom még közelébe nem járok, hát még autóm sincs meg semmi. Egyébként a játék az rohadtul benehezedett. Szerintem összefügg azzal, hogy hány szintűek vagyunk, nem csak az előre haladott napokkal. Csak ugye mi azért oda nézzetek, ott látni még mindig a izé torgyamat nagyon messze. Nagyon durva. Csak ugye az a probléma ezzel az egész harcocáraiban, hogy én azért vagyok ilyen magas szintű, mert konkrétan építkeztem, szóval ilyen harcot azt nagyon nem folytatgattam. Úgyhogy vannak problémák. Figyeljetek, egy 2000 darab fát kivágok, aztán utána megyünk, és akkor ültetünk majd egy fenyőerdőt a sivatagba, hogy teljesen autentikus, autentikátlan legyen a story. Autentikátlan story legyen. Ja, arra van valami egyébként, de lehet, hogy nem megyek el arra. Az a gond, hogy kérek fejlődnöm szerintem küldetéseket csinálni. Meg lehet, hogy akkor... Júj, mondtátok, bazze! Most olvastam Demon Hillnek a kommentjét, hogy konkrétan nézzem a boltosokat. Mert szokott lenni a boltba izé betonkeverő, és akkor megúszom, nem kell lekraftolnom. Viszont ezzel azért lehet aprítani. Lehet aprítani ezzel. Azért orientálódok el rám, hát hogyha meglátom mi van ott. Hogyha egy ilyen katonai bázis vagy valami, akkor azért elmennék oda kilutolni. Ide fölvegyünk a kettő fát, megnézzük, aztán hát hogyha ellátunk oda. Oh, mondom én, mi a szar az ott? De mondjuk az inkább egy ilyen benzinkútra hasonlít. Mármint van, kívül van egy ilyen hirdetőtábla, az érdekes, hogy... Fogalmam sincs, mi lehet az. Jó, megvan a 2000 fán, gyerekek. És pont most lett köd. Abban a pillanatban bazze köd lett. Amikor izolj, amikor belenézek a távcsőbe. Az annyira jó volt hallani. Mi a fasz ez a nagy köd? Bazze, ilyet még nem is láttam komolyan. Mi történik így, gyerekek? Megjött a világ vége. Hányadik, 31. napon vagyunk. Jó, a betont azt érdemes lenne, vagy jó lenne elérnem már. Ugye a 35. napra, hogy még biztonságosabb legyen a bézem. Bár más se fogok csinálni, csak betont keverni szerintem. Jó gyerekek, akkora ötletem van, vagyis nem egy hát igen, nekem volt akkora ötletem, mert beszélgettem haverral, Ferikével. Képzeljétek, hogy lehetne még tökéletesíteni ezt a bázist. És a következő helyre mindenképpen azt szeretném megcsinálni. Hát ez ilyen elgurult a gyógyszerem stílus, de ez tényleg ennyibe megy? Shift-tel egy kicsit gyorsabban megy egyébként, de gondolom az üzemanyag fogyasztások is nagyobb, de hát ez a vége. Így ez a vége, hallod. Ja, mindjárt elmondom, hogy lehetne tökéletesíteni ezt a bázist. Egy az, hogy fölhúzni a legmaxabbra, azt hiszem, hogy 240 méter magasra lehet. Meg lehetne azt csinálni, hogy leásni alapkőig, és ott onnan kezdeni az építkezést. Érted? És akkor így gyakorlatilag a zombiknak föl kéne mennie, vagy mit tudom, 400 méter magasra. Aminek biztos nem örülnének, hogy annyit kéne. Ja, hát igen. Ide kellene raknom lapokat, ilyen plétet. Na, várjál, akkor itt ez rohadt meg. Még jó, hogy nem kell megállítani mind a izébe, mit tudom én. Valamibe. Ezt be akarom fejezni, úgyhogy kész vihetek. Bocsász érte. De szeretném gyorsan befejezni. Nem tart sem eddig.
Legyen kész a garázsunk, meg ilyen pléteket lerakok ide, hogy... Jaj, nehogy véletlen kabusztóra felupgrade-eljen, mert nagyon nem akarom. Ez nagyon, nagyon autentikus kis garázs lesz. Van ilyen lap, majd azt rakok le, és akkor ugye nem kell, biztos, hogy be tudsz jönni. Le tudsz rakni olyan lapot, ami gyakorlatilag nulla vastagságú, és ezt akármilyen felületre rá tudod rakni, tök érdekes. Tehát nem is ilyen, mit tudom én, 5 centi vastag. Gyerekek, nem is tudom, sírtál, az jutott eszembe, ilyen Auschwitz-i krematórium, az épület, szinte olyan. Mindjárt végzünk, mert gyorsan földobok rá egy tetőt, ne ázzanak a bringák, meg csinálunk egy izét elé, egy ilyen helyet. Remélem nem szakad le a tető, hogyha egyébként kigondoltam, ha leszakad, akkor ide középre rakunk még egy oszlopot. És akkor ugye két ajtós lesz konkrétan. Aztán nekiállunk egy kicsit küldetés, azért most már egy kicsit felszívtuk magunkat, hát hogyha jobban fogjuk bírni. Ugye van most már acél bal buzogányom, vagy mi ez, kalapácsom, vagy nem acél, hanem vas. Ez érdekes, hogy megcsinálja az üveget. Mekkora durva. Halljátok, megcsinálja az üveget, lol. A beszakadt üveget, így be tudod izélni csinálni. Vicces. Oké. Okay. Véletlenül se cobblestone-ra, mert akkor megőrülök. Úgy, nagyon szuper. Kész gyerekek. Az meg azt hiszem, hogy kell csinálnom néhány ilyen building blokkot, hát szerintem egy 100-at azért kéne, meg igazából ez mindig jól van. Ez meg kicsit kellemetlen, na jó, oké, most elkaptuk. És az izében is láttam ám, hogy hol van, tök jó, mert láttam, hogy hol van. A broken dolgoknál volt az a lap, azt hiszem legalul. És azt hiszem, hogy ez az. Ez az, látod? Sükr, ez tök jó. Én ezt tudod, elvileg, lerakni. És ez hol van? Bazek, kétdimenziós, észre se veszed. És akkor ezt le tudod rakni, figyeld. Mekkora kullám. És ugye akkor így áthidalja a dolgokat. Ezt eddig na, annyira nem is használtam, de bőszre jó cucc. Ez nagyon jó. Mondjuk egy kicsit olyan fura, hogy kicsit ilyen csavarodott, nem? Ez lehet, hogy ezt nem ezt kellett volna csinálni. Várj, ez mi volt ennek a neve? Mert ebből lehet, hogy... Shanti. Nézzünk rá, hogy esetleg nincsen még egy verziója ennek. Annyira nincs. Érdekes, hogy... Ból. Nézzük a bólokat, hát, hogyha... Mert itt meg olyan, mint hogyha ilyen furán állna, látjátok? Mint hogyha ilyen lenne csavarodva, vagy nem tudom. Hát ez szomorú, de hát... Ezt tudom csinálni, mert itt nem illeszkednek a... Nem illeszkednek a sarkai. Hogy a faszba? Na várja, ide még egyet viszont kell raknom. Jó, annyi baj legyen. Ja, egy kicsit olyan, mintha meg lenne csavarodva, vagy nem tudom. Így belátok az egyik blokktól a másikig, bár mondjuk így már annyira nem. Na, szerintem így adja rendesen. Megcsináljuk cobblestone-ra? Szerintem fölösleges. Kellene nekem ilyen blokk. Lekopizzuk. Oké. Okay. El kellene forgatnom. Viszintes le, hogy lehetne. És akkor elvileg ide ezt végig tudom rakni. Kicsit kis lógatom, azt szerintem tök jó néz ki. Hát reméljük, hogy nem fog leszakadni, majd mindjárt ki fog derülni az. Egyébként már nem is kellene itt fönt állnom, mert ugye egyet leraksz, akkor már neki tudod rakni az élének.
Ó, hát ez szakad le, bazd meg. De miért szakad le, hallod? Ez nagyon tantra így. Ja, mert nem csatlakozik ez a szélsőhöz, de ugye, hogyha véletlenül ide raknék, akkor már csatlakozna. Mindjárt jó lesz ez szerintem. Így már egész más fog mutatni, mert ugye csatlakozik az alsó blokkhoz is. Így csak ugye a legszélen csatlakozott. És hogy ilyen nekem múlik, látod? És már is jó. Már is szomcéd. Én fölösleges fölállnom. Na mindjárt meg lesz, gyerekek, bocsánat, hogy ezt be akarom fejezni, de kívül ezt tudod, hogy mennyire rá van függve az ilyen hülyeségekre. Meg kellene csinálnom végig itt, mert különben le fog szakadni, ugye nincs tartása, de így ugye van. Meg hogyha esetleg kiír olyan színű blokkot, ezt a pirosat, akkor azt kéne csinálni. Úr, de jól néz ki, gyerekek, ez nagyon jó. Ez tetszik. Itt nem biztos, hogy egyébként át fog érni. Úgyhogy ide lehet, hogy kell alá raknom. Mindjárt kiderül. Ja, meg ugye ezt is fel kéne upgrade-elni. Bár ugye így meg tök könnyű. Mondjuk fára azért fel kéne. A gyerekek? Ó, oh, nem, de jó, átérte. Annyira nem gyorsan lehet rakni ezeket a blokkokat, mert ilyet zélét kell eltalálnom. Régebben nem volt egy olyan opció, hogy ilyen rendes falakat lehetett húzni, ilyen meg lehetett jelölni, hogy volt valami, nem? Hogy hányszor hányos falat húzol, és akkor egyből meghúzta. Mintha lett volna, vagy az Minecraftban volt, az a baj, a franc tudja az. Meg tényleg annyi verzió volt ebből a játékból, hogy az őrület. Reméljük, hogy nem fog leszakadni. De majd mindjárt kiderül. Az a baj, itt ezen a ponton szerintem szar a szituáció. Úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ezt lekopizom. A forgatását is. És akkor ide kellene szerintem egy ilyen cuclit rakni. Így. És akkor két ajtós lesz. És akkor ezt mégis valamennyire úgy véri, nem srácok? Mármint 10 év lesz. Nagyobb esélye van, hogy nem fog leszakadni. Meg hát igazából egy garázs az ilyen hasonló szokott lenni, hogy ajtaja van. Így tuti nem szakad le, legalábbis reméljük. Már aztán még megtörténhet. Kopi. Kopi. Oké. Okay. Hát itt esély, szerintem itt biztos leszakad volna egyébként. Ezen a részen. Ja, ezért fára fel. Mi? Elfogyott a 100 darab izé? Building block, az azért oké. Okay. Ja, egy fáig felupgrade-elem, aztán jó világ. Azt megyünk küldetésezni ám. Csak ez nem tudom, ez valahogy így mennem volt, hogy a benzint le kellett volna hozni, ugye? Ide, itt van a benzines tartályunk. Meg a fákját ugye kellene belőle rakni. Ó, itt van nekem fákjám. Akkor valahova ide lerakjuk. Így. És akkor tudjuk, hogy ott a... ez tök jó. Egyébként olyan autentikusra sikerült ez a garázs. Igaz, hogy jó, lehetett volna bonyolultabbra, hogy nem ilyen lapos tető, meg ilyesmi. Viszont ez szerintem tök frankó lett, hogy így van egy garázs itt. Ez annyira nem tudom, jó, meg azok a polcok benne, meg minden. Ez így egész kellemes lett. Na, gyors fel, felhúzzuk. Meg hát igazából ennek fölösleges idejének lennie, jó, hogy nem betonból csinálom. Ez elég annyi, hogy ne boruljon össze. A zombik harát nem kell kibírnia. Ja, mondtátok, hogy a gyertya az nem annyira vonz a zombikat. Úgyhogy lehet, hogy át kéne állni arra. Bár aztán annyira nem is szükséges világítás, mert ugye van fejlámpám, mindenhol úgy vagyok, hogy még fönt a bázisban is fejlámpával voltam egész végig. Meg ugye, hogyha nem beltérben vagyok kint, éjszaka, azért a hold az úgy világít, mint az Isten vilá. Úgyhogy azzal nincs olyan, nem tudom, ez hogy kellene upgrade-elgetnem. Szélétől induljunk, nem?
Lehetne választani több textúrát egy ilyen fára. Az is tök jó lenne, hogy nem mindig ez a deszka. Hát ugye arra van a festék. Egyébként vannak ilyen képek, amiket ugye föl lehet rakni a falra. Vagy később valószínű, hogy rakunk posztert a garázsba. Csöcsös nő, vagy valami. Biztos lehet ilyeneket készíteni. Csak ne boruljon össze, nem akarok kétszer dolgozni. Szerintem ide befér a kocsi is. Csak nem, hogy hátba támadjon egy hülye. Ja, megyünk egyet, kipróbáljuk, hogy mit tudunk. Mennyit véd ez a armor, meg egy kicsit összeszedettebben fogunk küldetésezni. Nagyon elcsesztük ez előtt. Egyébként azok megmaradnak azok a küldetések, mindig itt ilyen örök, mert megtolnak ezeket. Nem tudom törölni. Ez egy szopás, nem? Remove quest, érted? És nem törli, mondom, csak ott marad. Örök mementó, hogy béna voltam. És nézni fogjuk, hogy betonkeverő van-e. Arra rágyúrunk. Soha nem figyeltem, vagy nem gondoltam volna, hogy tényleg van benne. Ó, ez tökéletes a gyerekek. Ennél jobb garázs nem kell, szerintem. Szuper, és így akkor most már ugye, és akkor így már be tudsz elvileg járni. Tök frankó. Hát ez adja. Csak miért borul fel mindig? Kár, hogy nem lesz tenderre rakni, vagy valami csoda. Ja, jó van, oké gyerekek. Szuper, szuper. Nekem tetszik, nem? Jó lett. Teljesen szuper. Na mi az, amit kéne vennünk magunkkal? Igazából ugye ez elég. Meg ugye mondtam, hogy ültetni kellene. Figyeljetek el, tök jó, mert ide is ki tudom pakolni a lootot, ugye? És akkor így konkrétan nem muszáj cipelgetnem. Baze, hol van a pénzem? Kiraktam a pénzem, én hülye. Az ugye, az nagyon jó. Jó, akkor ide kirakok olyan dolgokat, amiket igazából most nem nagyon van szükségem rá. Sőt, a fára sincs. És nem megyünk Trader Bobhoz, megnézzük, hogyha van-e valami cucc, addig nem megyek föl a pénzemért, úgy látszik, hogy felhagytam a pénzemet. Viszont ki fog fogyni az üzemanyagom, úgyhogy ezt majd gyűjteni kell. Jó, nézzük. Imádkozzunk, hogy legyen mondjuk mixer. Nincsen. Jó. Viszont akkor valami küldetés nem ártana vállalni. És nézzünk valami közelbe lévőt. Fúristen, miért ilyen rohadt messze vannak gyerekek? És Night Only, ez bazen sok a Night Only küldetés, ez elég kemény. Van egy Clear Zombie 475 méterre. Hát jó, próbálkozzunk meg vele. Nem tudom, hogy mennyire fog jól menni. Hát ez úgy látom, benn van pont a város közepén. Nem is tudom, hogy ez hányas, tier 3-as, ugye? De ezelőtt is berakott egy 4-es helyre. Na srácok, teljesen jó, van egy garázsunk. Ki fogunk épülni itt még teljesen. Egyébként, ja, nem tudom, hogy a következő traderhez el fogunk-e valaha költözni. Szerintem itt ki kéne maxolnunk azért a dolgokat. Mit tudom, 5-ös, 6-os tírig ki kéne húzni a küldetéseket, meg ilyesmi. Egyébként nem értem ezt a izét, nem értem ezt a shiftet nyomom, és nem nagyon akar gyorsabban menni dolog. Ez meg izé, mi ez? Trash izé újra hasznosítom, mi volt az ilyen kukás, minek nevezik, az szemételep, vagy valami ilyesmi? Azt a betyár. Na, nézzük, mi, hova megyünk. Már előre félek egyébként. Ezelőtt nagyon megszabadtak minket. Na srácok. Hát előre félek. Van egy olyan érzésem, hogy irtózatosan nagy szívás lesz ez megint. Jó. Hányas? Jaj, 4-es, hallod? 4-es, bassz meg. Előre fél, ez tiszta para lesz az egész, hallod? Tiszta halál lesz.
Egy. Kettő. Három. Jobban kell koncentrálnom. Nem szabad rohanni a gyerekek, mert rohadtul elvernek minket, mint a két fenekű dobot. Ugye? Jó ez! Ha egy kicsit figyel az ember. Kicsit figyelni is kell, nem csak rohanni, mi? Jó ez. Már nem babra megy a játék igazából. Na biztos, hogy le fognak ugrálni. Hát nem. Jó, semmi gond. Nem távolodhatunk el nagyon, ugye? Oké, ott van kint egy, jó. Rohadtul koncentrálok, gyerekek. Egyre jobb, mint eddig, ugye? Mondhatjuk. Mondjuk még nem jött Radi, például, de elképzelhető, hogy fog. Meg igazából fel kéne térképezni mindig, hogy ugye merre tudunk menekülni, merre érdemes menekülni. Valószínű ki kell menni. Hogy te körülnézünk itt. Jó, hát ez viszem. De! Bazeg! Ez mekkora volt? Ez mekkora flash volt? Mindig mennyezetet kell figyelni, meg ilyeneket, hogy lesz tud szakadni. Hol szivatnak meg ugye? Jó ez a buzogány. Vagy ez a kalapács. Visszaszívtam. Visszaszívtam, hogy azt mondtam, hogy szar. Mert izé van bele. Ármol, ez jó, ez kell ugye nekünk. Ez jó. Itt is ki lehet menni, és itt a lámpa érdekes. Ugye kimegyünk itt, gyerekek. Miért kellett kijönni? Oda meg be. Hát itt is voltunk messze. Nem, itt nem voltunk az meg. Fölfele még úgy érzem. Jó, semmi gond, Franko, eddig teljesen jók, jó vagyunk. Ó, nincs oda jó cucc. Blankoló fogót talált a Kiefer! Egyébként meglátszik, hogy most nem hülyéskedek, nem? Ezért letörték a szalagomat ezelőtt. Elég keményen. Óvatosabb a Kiefer. Ez ilyen leszakadós. Basszód meg. Utálom ezt a leszakadást. Előszeretettel csinálja a játék. Semmi gond, várni kell, hogy stamina töltődjön egyébként. Ez jó, oké. Okay. Ezzel a kalapáccsal ugye figyelni kell stamina ezzel. Fú, mit láttam gyerekek, nem akartam. Remélem nem néztetek be a lába közé.
Nem volt szép, meg is van gyerekek, meg is csináltuk, nagyon coolok voltunk. Ez most tényleg cool volt, most komolyan mondom. Viszont a lootér ugye följövő, mindenképp. Ja, nem voltunk rosszak, nem voltunk rosszak. Csak a loot az meg egy nagy kaki allor, ez mirom. Tényleg, mi ez a loot, bazza? De négy szintű izé épület, ez milyen? Hunting rifle, az viszont szerintem nem rossz. Ugye az nem a pipe, hanem az már huntingos. Jó, egy kis üzemanyag is lett. Jó, hát jussunk ki, vagy menjünk, kérem. Valahogy meg kell próbálni minél hamarabb ilyenkor. Mindig eszembe jut Pesta, amikor live-ba izét a 7500-ösre tekezte egyes szinten izelni, kiverni. Mi van itt egy gyerekek? Ez a hátsó oldal. Ez elvileg lehet mászni, nem? Kutya, kutya, kutya. Viszont a kutya nekem kell. És megúsztott kutya, bazzett, táraznom kellett. Kell a kaja. Még nem vagyunk jól. Ja, mondtátok, hogy egyébként az Animal Trackingre rakják még sokat. És akkor igazából egy csomó mindent lát a karakterem. Jó, ez jó volt, nem? Ez azért baráti volt. Ez ügyesek voltunk, mondhatjuk. Jó, én itt nem fogok már verekedni, meg semmi. Viszont ebből kiveszem, mert Aurelius azt annyira belem nevelte. Nem véletlenül, mert rengeteg könyv van bennük. Átraktam billentyűzet irányítására ezt a dolgot, ez jó. Oda nézzetek és látni a tornyomat, bazeg. Kár, hogy nem két vagy három ilyen magas lett. Bánom nagyon. Simán lehetett volna. És tényleg, hogyha építesz valamit, akkor körülbelül mit tudom, a következő mentéstől lesz az, hogy ilyen infiniti távolságból lehet látni. Ja, akkor úgy gondolja a játék, hogy na ez egy tartós object, akkor ezt bementem ide, és akkor izé is látni. Ez tök jó. Imádom. Oké, megcsináltuk egy küldetést, egész jó. Az a lényeg, nem szabad elbízni magunkat, mert különben nagyon nagy problémák tudnak lenni. Hogyha azt gondolom, hogy ilyen nagyon menő vagyok, és nagyon lazán tolom, akkor vannak az, hogy rám jön három rari, aztán egy olyan szituációban, amikor igazából nem tudom lekezelni. Ugye ez volt a baj ezelőtt. Meg hát ez a vépön is egész kellemes. Én ezt veszem, jó? Oké, uu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 
modok. Mondjuk azok a modok se lehetnek rosszak, mi? Lehet, hogy kapnék valami jót. Mondjuk a 7500 kaszinó token se rossz. Lehet, hogy inkább az leszem. Ó, mi a speciál job már most? Megnézzük a könyveket, gyerekek, azt akkor megveszük. Azokat érdemes mindig szerintem megvenni. Nem? Mit gondoltuk erről? Igazából mindet megveszem mindig. Figyelj, arra kéne költeni. Ja, csak hogyha lenne helyem, ugye? Pillanat. Ezeket mindig megveszem, és akkor egyre több dolgot tudok craftolni. Például most bow 6-ost megtanultam. Jó, oké, nem használom meg mindent, de gondolom az XP-t is ott például. Nézzük könyveket. Pipe pistol 5-ös. 5-ös vizet, csontkés. Gyerekek, én mindent megveszek azokban. Könyveket komolyan mondom, mindig meg fogom menni. És elbasztunk egy csomó pénzt azért, na. Jó, milyen speciál zsavat akar adni? A izéjét? Trader? 4,6 km. Hát bazze, oda nem fogok menni. Most az biztos. Hanem adjál valami jobot, légy szíves. Ez midnight only, azért köszönöm szépen. Hát ez lehet, hogy egy kicsit erős lesz. Na nézzük ezt a szaplisat. Ez egy kicsit erős, ja. Várj, ezt a vépet meg viszont ki akartam volna próbálni.
Ez elvileg annyira nem rossz már. Ez hány lövetű? Ez egy lövetű csak? Gondolom jó DB-se van, mennyien ránézek. Ranger Dimish head fel. Ennek a rémet, hát igazából, és 5-ös szintű bazdmeg, és tök kis izéje dimincse van, mondjuk lehet, hogy fel kéne pimpelnem valamivel, ugye. Ki kéne pakolnom, mindjárt, mert szét vagyunk terhelve, motorba se akarok rakni. Ja, az a gond, gyerekek, hogy Night Oli az összes questje bazdmeg. Aminek annyira nem örülök. Tök jó magokat is találtam. Ez nagyon jó. Benzint ezt beleküldjük. Ó, jaj, szerintem meg kell tanulni. Oké. Oké. Benzint ezt beledobom a motorba. És akkor, ja, ezt kiássam, ezt megcsinálom ezt a küldetést. Meg lehet, hogy elvállalom. Megnézzük, hol van az a következő trader. De valószínűleg, hogy nem fogunk átköltözni, mert azért szerintem egy kicsit túlzás lenne. Ja, ki kell ásni egy szaplit. Most viszont rengeteget teszik ez a motor, hogy rohadjon meg. Ezt nem győzem üzemanyaggal, basszus. Ez azt kellene csinálni, hogy gyakorlatilag a motorba kéne hagyni üzemanyagot. Nem? Az lenne talán a legjobb. Azt hiszem, hogy miből? Olajpalából tudok csinálni üzemanyagot? Meg hát gondolom mindenhol is találni. Főleg ilyen benzinkútakon, meg ilyen hülyeségek környéken. De most ezt komolyan izét kell kiásnom, szaplit és benne a városba? Ez az érdekes lesz. Du voltam ezelőtt. Yeah! Itt meg a távolban van valami csuda épülete. Valami katonai bázis lenne. Fú, bazza, itt az egy airdrop, hallott? Ezt nem is láttam. De jó. De jó. Meg itt egy zombie. Nyugodjál meg, mindjárt intézlek. Hét ötfeles izéket, zombikat egy hitel, de ezzel a kalapáccsal azért az nem... Azért az baráti. Na, azt meg akarom nézni, hogy ez milyen szart lehet a távolban. Ez valami gyár, úgyhogy... Nem túl jó dolog. Azt hittem, hogy valami csoda. Csoda dolog. Jó, volt egy-két dolog. Könyvek főleg jók. Vagy a magazinok, vagy mi ez? Mi jó, menjünk akkor izé. Ássuk ki ezt a szaflit. Ha már egyszer. De jó, hogy nem a városban van. Azt hittem, hogy ott kell. És a night only küldetéseket meg ugye night. Éjszaka fogom tudni csinálni, úgyhogy ez... Tik meg ürögelt lenne a földön. Meg így rámentem. Szegény mindig ilyen nagy tartott szájjal lesz, amikor megöled. Na, csináljuk. Hol van a közepe kb. Itt? Lépcsősre kell csinálni, mert különben ott rohadsz meg. Nem jön a zombi? Ilyenkor mi a pöcsö, miért nem jön? Nem tudom megérteni, hogy mi az összefüggés, hogy néha jönnek zombik, néha nem. Gyorsan! Jönnek! Egy. Kettő. Van még? Hú, nagyon jó egyébként egy hitelgetni lehet őket, imádom. Azért az is odavert egyet, várjál már. Ezt még elérem, 25 méterre távolodtatok el. Ó, baza. Szarra való igazából, mehet a scrapbe. Mennyit ér? Mehet a scrapbe. Na, hol van ez a látok? Átok fajzadék.
Hát nekem annyira nincs szerencsem ezzel sose. Ez a kiásással mindig ilyen rohadt sokáig tart. Ugye erre is lehetne rakni, hogy jobban érzékeled ezeket a treasure-öket. Meg tudjátok, még nem kaptam még ilyen treasure mapot. Mert elvileg ugye tudsz találni is ilyen mapot, hogy ilyen... Az a baj, hogy nem fogok tudni kimászni ám. Úgyhogy kellene egy kiáratot ásnom. Időbe. Fú, bazz, miket lehet ráverni, hallod? Jó. Megtörtént. De most várjál már, hol? Még mindig itt, jó. Oké, arra ások, nem tudom. Ez, hogy miért mindig én komolyan mondom, kifogom, hogy én ezt nem tudom megtalálni soha időbe. Nem, itt legkisebbre bazza összehúzódik, utána találom meg. Annyira nincs szerencsém bazza, hogy az hihetetlen. Ással már, na. Most már rá csak komolyan. Ah, megvan végre. Halleluja, ez mi a szar? Figyeld, meaning two stamina cost. Figyelj, ez egy ilyen bányász ruha, hallod-e? Ami az ásásnak a stamina kosztját csökkenti. Tehát akkor vannak ilyen ruhák, amiket érdemes így izélni. Váltogatni, várj, ezt megtanuljuk, ezt is megtanuljuk, mert miért ne. Úgyhogy ezt lehet, hogy nem kéne és azt nem. Jó, ezeket nagyon berem ám. Bírom egyébként, hogy egy hitelni tudom őket. Bassza meg el. Sanyi. De miért zuhant a ruhám? Mert ugye ilyen tök jó heavy armorom van már. Ezt alig sebzett. Szuper. Mehetünk, leadjuk a küldetést. Lehet, hogy a speciál jobot felveszem, azt motorra elmegyünk, bár az a baj, hogy rengeteg üzemanyag kell valószínű hozzá. Na, induljuk. Rugásra indul a verda. Ez milyen, milyen izé, milyen hely? Azikó? Megadtam a fa... Izék közé? Jaj, ne. Vannak ilyen csatorna rendszerek is a város alatt, az is érdekes lehet. Legalábbis ott láttam egy ilyen bemenő csatorna nyílást. Jó, lehet, hogy eléggé puritán, meg nem sok minden van ott. De azért tök érdekes. Hú, de jó, hogy látszik a bázis, ami nekem azt tök tetszik, hogy most már a városnak a képéhez hozzátartozik ez a bődületes torony. Nagyon bánom, hogy nem max magasra csináltam, bár mondjuk akkor megőrülnénk, amire lejutnék. Úgyhogy ez így kb. Így optimális. Rohadt jól néz ki. Még ilyen esőbe vagy ködbe is. Kellene rá valami felirat, valami Zombieland felirat, valami nagy, és így kivilágítani végig fönt. Mondjuk most is fönn van rajta a fákja, de tök nem látszik. Nagyon magas, nagyon magas. Szuper. Na, ez a mai nap, ez egy kicsit produktívabb. Ez a baj, Night Only questek vannak, csak azokat meg... Cseszhetem. Ja, csak ezek vannak. Baszhatom. Kettes tírbe tudnék csinálni egyébként. Lehet, hogy érdemesebb akkor. Inkább nincs kedvem nekem elmenni már nagyon messze. Figyelj, ilyen 150 méterre van, úgyhogy ezeket csináljuk inkább majd. Ezt meg is isszuk. Meg van egy olyan rántott húsom. Az is egy egész jó. Na, viszont ez rohadt közel van, úgyhogy lehet, hogy nem fogunk motorozni. Hopp, eldrop. 400 méterre, jó, ott rohadjál meg. Ja, hát itt van hidon túl, úgyhogy ezt nem fogok motorozgatni. Na, ezt is csináljuk. Figyeljetek, csinálunk inkább visszamenőleg, mint hogy a Night Only-kat ugye egyáltalán nem is tudnám elvállalni, de legalább azért jön a pénz meg minden is, meg a loot is. Nem tudom, ilyenkor a számít el. Gondolom a loot stage az teljesen független, hogy én most milyen questet csinálok. És akkor most ez milyen nehéz házba küld be.
Ez egy hármasba így beküld be azzal. Hát az nagyon jó istenem. Na. Oké. Akkor itt egy kicsit bátrabb lehetek? Ó, bazzel. Olyan luftokat ütöttem, mecsém. Jó, egyel bátrabb leszek, jó? És nem ütötte a jobb az, ez pedig tuti, hogy fejre ment. Tögölj már meg. Mi van? 1200 XP zombi volt, hallod? Hát akkor ez annyira nem is lesz könnyű. Ugye a második zombi 1200 XP volt. Egy kicsit az erős. Valószínű azokat a Nine Tony questeket meg kell csinálnom majd. Vagy legalábbis egyet fölveszünk. Ez jó, hogy van az a Barry, mert tudok csinálni magot belőle majd. Szoppi, szoppi, szoppi. Azt az armort, azt a bányász armort meg érdemes felvenni, hogyha bányászunk. Csak hogy még egy dologra, hogy kelljen figyelni persze. Jó, ez megsínylette a ma. Egy kés. Volt egy kés. Túl bátor voltam. Azért rendesen zuhog a páncélomon az ütéseik, és alig sebződök, hallod? Ez nagyon epik. Én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire hatékony. Ez az armor dolog. De rendesen egy zuhalik egyet. Egyébként módosul valamennyit, hogyha le van amortizálódva? Nem, csak hogyha nagyon, ugye? Ó, meg is vagyunk. De jó gyerekek igazából, hogyha akarnám, de mondjuk a főútot akkor már érdemes lenne összeszedni, nem? Gondolom, meg itt igazából vannak könyvek, meg minden, ha már egyszer bejöttünk. Ó, az jó, olyat tudok csinálni. Fölmegyünk, még szétnézünk, mert miért nem? Ez a csávó, ez olyan halk, alig veszed észre. És melbe vágtam, egy hiteltem, hallod? Azért az a baba. Megint szakadási van. Be kellett jönnöm, mert szakadt le a padlóba az. Rohadt gyors reakciókra van szükség néha. Van egy AK-m, ugyanolyan az a baj, úgyhogy ez kutya szar. De viszont a lootokat tök jókat ad, úgyhogy érdemes ezeket a tier 2-eseket is adni. Mármint csinálni. Ezt megettük. Kis orvosi felszerelés. Volt benne egy sín. Nem sokat ér, de jó van. Meg egy csomó trash. Oké, erre be van zárva, itt meg ugye leszakadtunk volna, hogy rohadjon meg. De hova szakad volna le? Ilyenkor általában olyan helyre szakad le, ahol ilyen köcsökség van, de nem. Ez teljesen kivitt volna, jó van. Kis víz, semmi gond, szuper, örülök neki. Ez meg a legjobb loot itt. Ó, örül a keeper. Na, mehetünk tovább. Ugye gyalog jöttünk, szóval mehetünk vissza gyalog. Főleg, hogy üzemanyagot... Íííí, mennyi kacad van gyerekek itt, kiköpakolnom majd. Jó, viszont tök jó haladunk. Kicsit bánom, hogy nem tudjuk csinálni a tier 3-as questeket, de loot szempontjából ez is nagyon jót ad. Viszont tök jó ez az armor. Úgyhogy ennek az összes alkatrészét meg kéne nézni, meg kéne venni. Meg egyébként lehet, hogy kellene néznem a tradernél is, hogyha van ilyen armor, akkor esetleg megveszem.
Ez melyiket használom én? A nördöt? Nem a nördöt, ugye? Nem a Raidert használom, van a nerd, meg van az a miner. Na, megjöttem haver, valamit adjál. Hát bazze, itt ez nagyon koka. De sörnek körülbelül semmi értelme nincs. Úgyhogy akkor ezt megveszem aztán, tök mindegy. És ilyenkor ugyanazokat adja, jaj, de kár. Figyelj, ez egy speciál jobot, legalább megnézzük a térképen, hol van. 4 kilométer, az rohadtul hosszú. Milyen, merre, melyik irányba van? Az annyi minden van a mapon, hogy körülbelül már nem is tudok tájékozódni. Ott van 4,6 kilométerre. Hát ez brutál messze van, az a baj, gyerekek. Ez brutál messze van, de nem akarok nagyon elmenni, vagy nem tudom, nem hiszem, hogy szívesen mennék. Nézzünk valamit, inventory-ba armorokra lenne szükségem. Itt van egy nerd outfit, amelyik körülbelül ugyanolyan, mint az enyém. Ez is körülbelül ugyanolyan. Ez a színhúd. Medium. Azt nézem, ah, itt van egy, ez is light-os. Itt egy nerd gloves. Csak az a baj, kettes. Lehet, hogy inkább várok vele, nem? Viszont van egy nördös, ez sisak? Nem, nem sisak. Ude kár. Jó, mindegy. Viszont nekem lehet, hogy eladok olyan dolgokat, amelyiket igazából annyira nem kell. Ez menjen a francba. Ezeket meg igazából érdemes megtartani, viszont ez jó, ez is menjen a francba. Ez is mehet a francba. Jó, gyerekek. Ah, nem tudom, mit csináljak. Most elmenjünk orra meg vissza. 4,6 kilométerre. Megnézzük, hogy milyen. Kíváncsiságból. Nem úgy érdekel nagyon, az a baj. Csak pont egy ilyen lélektari határon kívül van, hogy ilyen rohadt messze van. Motorral el kéne mennünk. Föl kéne sutyarnom gyorsan, mennyire vagyunk túlterhelve. Most lehet, hogy itt ki fogom szórni. Azért van, tök jó, mert itt van egy ilyen lootos láda, de lehet, hogy fönt is fogok csinálni. Amiben konkrétan így be tudok mindent is szórni. Tehát amik nem nagyon kellenek. Ez se kell, ez se kell, ez se kell. Kaját viszünk, ez nem kell, ez nem kell, azt a kaját is elvisszük. Ez maradhat, 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 maradhat. Föl kell mennem benzinér egyébként. Vagy pedig megnézzük a csávónál, hogy van-e benzinen adó, aztán akkor az jó világ. De mondjuk föl kell mennem, mert a pénzért is fölmegyek. És akkor elmegyünk, körülnézünk, gyerekek, új dolgok. Meg mondjuk be kellett volna vállalnom az egyik Night Only Questet, és akkor éjszaka meg akkor meg tudjuk azt oldani. Azt csináljuk akkor, figyelj, fölmegyünk a benzinér, meg a pénzért, nem tudom, a pénzt hova pöcsönbe sikerült elraknom. Most tényleg a pénzt, azt hova raktam ki? Már megint bazeg, azt a pénzt miért raktam egyáltalán ki, vagy hova raktam ki? Nem is figyeltem. Lehet, hogy ide alulra? Vagy a motorba volt? Vagy valahol volt, bazeg. Lehet, hogy a motorba volt. Mondjuk a pénz az nem is annyira fontos. Kávét egyébként jó lenne hoznom. Éjszakát is el tudom ott tölteni, nem nagy gond, hogyha... Elég jól adunk a questekkel, úgy látom. Ne jöjjön semmilyen zombi, meg semmi. Várjál már, hova pöcsöbbe raktam ki a lóvémet egyébként? Lehet, hogy lenne a motorba, ugye? Benzin az viszont kellene. Oké, benzint az viszünk, meg kellene nézni kézpiába valami, hát valamit viszünk. Meg a kézkajába, hát ezt is meg kéne enni. De mondjuk két darab kajám van, úgyhogy az nem gond.
Ja, hát a pénzt azt valószínűleg az Isten tudja, hova a francba raktam le. Lehet, hogy a motorba hagytam még az előző részben, ugye? Mondjátok azt. Jó, én viszont az airdropot azt múltba tudom ejteni, az tök jó. Jó, hát valószínűleg ott fogunk éjszakázni. Egy dologtól félek, hogy izé lesz terület. Havas. Na, ha havas, akkor az bajos. Azért az elég kemény. Ott ugye kapásból ideg ellen is kell küzdeni, meg minden. Havas területen soha nem telepettem le. Ez tök érdekelne egyébként. Ott lehet a legjobb izét csinálni. Ezt a Jukka smoothie-t. Na, hol van a motorom? Itt van. Meg kéne nézni. Nincs a motoromban az a kurva pénz. Nem. Hova raktam a pénz, gyerekek? Hát nem költöttem el az összeset. Nekem volt ezen kívül pénzem. Milyen fasz van? Nincs pénzem. Tényleg nincs pénzem. Hát ezt nem tudom elképzelni. Mit csináltam a pénzemmel? Ennyire valagára vágtam. Ja lehet, mert itt könyveket veszek folyamatosan. Megnézzük, hogy van-e üzemanyag. Hát mert ez lehet, hogy 4 kilométert nem fog kibírni. Úgyhogy szaszor ide, ezt meg kell néznem. Meg felveszünk egy izőt. Egy Night Only Quest-et, az egyiket. Oké. Okay. És megnézzük, hogy gáz van-e nála. Tennéne lenne, bazza. Mennyit vegyünk? 1000 az mennyibe kerül? Jó, veszünk gázt. Oké. Okay. Randy check, szuper! Nagyon jó minden. Viszont ki kell választanom azt a questet. Ezt. Szupi, jó vagyunk. Szuper, úgy beállítom a Z-dropot, körülbelül arra kell menni egyébként. Aztán megyünk tovább szépen. Figyeljetek, zombi horda bazzel. Vonulnak át lol. Nyomom a izet, nyomom a shiftet, valami csak lesz. Talán egy picit gyorsabban megyünk. Legalább megnézzük erre, hogy mik vannak, mert itt láttam ezeket a bázisokat. Például itt van egy. Egyébként nem mondom neked, ez egy katonai bázis szerintem. Öcsém, akkor ezt azért nem lenne rossz kipucolni. Ebben van az a hangár, amelyik... Hű. Jó, hát most mondjuk nem fogom. Mert most célunk van. Viszont ezt valószínűleg ki fogjuk pucolni. Jóó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 
Ötös szögbelövő, azt tudod micsoda? Konkrétan ugyanaz, mint a kalapács. Csak úgy egy klikkel tudsz izélni, belőni vele, javítani. Dikaz! Meg egy csomó könyv, az az airdrop azért adja a dolgokat. Itt viszont... Ezt szerintem egy kicsit átrendeztük. Jó! Már annyit kéne csinálni, hogy ezt megtankolom szerintem. Akkor már legyen nyílen. Jó! És akkor menjünk... Mi a fasz van? És miért nem mutatja... Miért nem mutatja izét a... küldetésemet? Na. Jó. Csapjuk neki. Hello, szia, szevasz! Van nálatok terasz? Aztán közben, hogyha lesznek ilyen épületek, azokat úgy beejtem, és akkor megnézzük. Például most arra orientálódunk, és akkor kiderítjük, hogy ezek körülbelül mi a pöcsömök. Egy darab katonai bázist már találtunk, ugye? Kicsit óvatosan. Remélem üzemanyag az elég lesz, esetleg majd menet közben tudunk szerezni azért, ugye? Ez mi ez? Ez valami régi elhagyatott épület. Jaj, de jó, egyébként szeretek felfedezni ebbe a játékba. Aha, ez valamilyen farm-szerű, akármicsoda, farmház. Farmhouse! 3,8 km, hát ez másfajta helyen fog lenni. Másfajta biomba, úgyhogy ezt arra készüljetek. Ez már egy érdekes. Jó, nem állunk meg, láttam, hogy táska. De van célunk, megyünk ezerrel. De egyébként úgy látom, hogy itt a kapásból egy erdős részre fogunk beérni. Ott van valami gyárszerű. Ott hegyek vannak. Hát ez jó hosszú út lesz, baze. Folyamatosan nyomom a shiftet egyébként. Ez mi ez? Milyen katakomba rendszer? Nek a dombja.
De, ilyen cover. Úr, de jó barlang. Wow. Ezt egyébként úgy megnézném egyszer. Akkor most miért nem nézzük meg? Nem igaz, gyerekek? Azt nem mondjátok, hogy ott lesz egy ilyen... Ó, itt van egy város. Ó, ilyeneket mindig egy útbejtek, aztán akkor rajt lesz nekem a mapon, tudod. Nem egy nagy kitérő, most így egy kicsit így eltérünk. Viszont ott van egy nyiladék. Szerintem a hegyben, ahol az út át fog menni egyik helyről a másikra. Viszont ugye az is jó lenne, hogyha rát... Azt a betyár, itt is egy ilyen nagyváros van, lad. Mi a fasz? Mi a fasz van előttem? Az mi ez? Az mi ez? Az? Ja, az egy híd. De itt is egy ilyen jó nagyváros, Dick. Ez komoly. A frances ember. Régebben volt ilyen jármű javítókészlet, csak azzal lehetett javítani. Most már az megszűnt, remélem egyébként. Bízunk benne. Mármint nem is tudom, a biciklit talán még meg lehetett javítani sima javítókészlettel, de azt hiszem, hogy volt. De hallod, ez is egy ilyen hatalmas város, Dick az. Ez brutális, nagyon durva. De elvileg itt akkor nincs trader. Tehát akkor lehet több nagyváros, nem minden egyikben van trader. Na viszont ezt az utat szerintem érdemes követni, pont jó, mert ott láttam egy ilyen nyilarékot ugye a hegyekbe, szembe, és szerintem ott fog átkelni az az út. Mi volt ez? Haha, lol. Jó, oké, nyugi. Oda is vezet egy út. Tök jól megcsinálja már a random generátora ezeket a mapokat. Tök ingényesek. Itt egy benzinkút, ide lehet, hogy meg kéne állni, azt szerezni benzin, nem? Hát benzinkúton csak van benzin. Checkpoint, ez nem benzinkút. Ez izé. Ez ilyen olyan, mint egy ilyen katonai bázis, tudod? Így le van zárva az út, hogy mit tudom én, a fertőzöttek azok ne tudjanak így menni tovább. Gondolom, amikor elszabadult a pokol, akkor csinálták. Itt biztos vannak jó cuccok, de nem akarok eltérni a terveimtől. Ott van fönt egy házad, legyen. Ez is tök jó. És igen, letértem az útról, de valamennyire van, kéne rövidíteni, hát nem tudom, az mennyire jó lenne nekem, hogy ott mennék végig. Valahol át kéne kelni itt a hegyeken. Ott, ahol van egy ilyen nyiladék, megpróbál a Keeper. Úgy láttam, hogy az az út, az kerül itt mindent, úgyhogy azt hanyagoltam. Ugye megnézzük. Itt, hogyha lesz egy nyiladék, akkor át tudok motorozni, ha nem, akkor a motort a hónom alá veszem, aztán úgy megoldjuk. Ja, hát valószínűleg az éjszakát ott kell töltenem. Abba a városba, ahova éppen tartunk. Bazan gyerekek, ezzel nem tudom, hogy ezt motorral próbáljak-e átmenni. Itt van egy nyiladék. Bazza. Ez kemény, kemény. Mondjuk ettől nem sérül a motorom, ahogy látom. Hogyha nem megyek neki semminek. Ilyen izé kellene, cross motor, azt tök adnám. Hát régen sokkal szarabb volt a motorozás. Akkor kb. Az utolsó ilyen csenevész bokrom, meg minden kövön, meg minden így fönnök adta. Folyamatosan az volt, hogy ding, 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 ding. Na itt át is tudunk jutni. Ó, ez jó volt. Kicsit ilyen offroad motorozás, ilyen trial motorozásba gyomtuk. Ah, és látom is már a trailer szerintem. De ez nem egy nagy város. Ez megint mit? És nem sebződött, amikor neki mentem annak a fának se. Ez mi a fasz? Ez is egy katonai bázis. Ez is egy olyan, mint ami ott volt. Van az a rakétasíló, az érdekelne egyébként. Tudjátok melyik? Ilyen atomrakétasíló. Katonai bázis szinten. Az izgalmasabb egyel. Azért ez se gyenge, ez nagyon brutális lehet. Ez hányas szint TL? Visszafele bazd egy ilyet kilutolok, hallod, amikor jövünk vissza. Úgy készüljünk föl. Most el akarok menni oda, de ez. A szará van a maknázva egyébként, arra vigyázzunk. Ez egy ötös bazd meg. Hallod? Visszafele ezt kilutoljuk. Ez rohadt kemény lehet, úgyhogy. Az meg mi van ott a basszus? Ott egy felhőkarcoló. Még hogy nem nagy város lesz. Jó, ez visszafele, ezt kilutoljuk. Arra készüljünk.
Ott is felök. Ez havas lesz, bazze, havas. Havas lesz. Havas, havas, havas. És ez mi az a hely? Mik ezek az ászlók, vagy mik azok? Ez mi a fasz? Ez mi az a hely? Mik ezek az ászlók? Mik ezek a ruszki zászlók, gyerekek? Vagy miért? Mi történik itt? De itt izé van, bazze. Ez valami buli volt? Ez rohadt jó, ez egy fesztivál. Ez konkrétan egy fesztiválnak a helye. Ott volt a színpad, meg minden. Na, menjünk. Hát ez egy ilyen brutál nagyváros lesz szerintem, ott a felhőkarcoló. Tök jó lenne egyébként, amikor így elköltözünk egy bizonyos helyre, akkor mindig csinálni egy bázist, én nagyon bírom. Csak mindig valami olyat kellene csinálni, ami ilyen rohadt egyedi, meg rohadt izgalmas, meg rohadt kreatív. Mert szerintem annak van értelme, nem egy ilyen standard valamit csinálunk, valami standardot, aztán az ilyen, hát mondjuk úgy, hogy uncsi, meg mindig ugyanolyat. Pedig azt élném, hogy egy ilyen 500 méter magasat tudnék csinálni ebből a toronyból. Ugye ezt úgy lehetne megoldani tényleg, hogyha leásnék az alapkőig, meg még fölépíteném ugye a legmagasabb pontig, és akkor úgy fölépülne a nem tudom, olyan 400 méter körüli, vagy nem tudom, 300 méter körüli, vagy 400 méter körüli cucc. Ugye ez nem felhőkarcoló, vagy felhőkarcoló? Nem, ez az a torony. Ez egy ilyen bázis, valami, nem tudom, milyen TV torony, vagy milyen szar akar lenni, és ez nem is, ez még nem is a izé. Ez még nem is a trader. Na gyerekek, figyeljetek, van egy terv, 16 óra 00, megérkezünk a traderhez, lecsekkolunk nála, nem megyünk vissza ma, hanem valahova bevesszük magunkat, és hát attól függ, hogyha remélem nem fagyunk meg, és megnézzük a legnagyobb épületet itt a környéken, és azt kipucoljuk, basszus. Hogy valahogy valamit csináljunk is már, nem tudom, valami izgalmasat, vágyok egy kis halálra. A havas rész, passz, a havas rész. Itt még nem is voltam. Mármint így a játékban, egy átutazóba szoktam lenni. De a büdös életben nem telepettem le itt. Elvileg itt van puma, meg medve, meg minden szar. Ez nehezebb, mint a nehezebb itt élni, mint a sivatagban. Látjátok, hogy ez alapban másfeles nehézségi szintet üt meg. Úgyhogy ez egy ilyen böszme nehéz. De tényleg ugye medvék vannak, meg izek, meg hiúzok, vagy milyen francok. Úgyhogy ez egy ilyen kösd fel a gatyát jellegű hely. Ja, meg mindenhol ezek a rohadt nagy felvágók, amelyek ilyen jó erősek. Mindegy, először lutolunk ennyit, jó? Wow, tök izgi. Azért itt is egy bázist el tudnánk képzelni. Ezeket kell leginkább forge. Mindjárt csak el. Crafting table. Nagyon jó. Ó, még egy. Na, valami zombi. Nem, ez valami hiúznak a hangja, figyeld meg, bazzon. Hallott fém csákány. Vas csákány ott kapásban. Ez egy hiúz. Ez tuti, bazzon. Ez valami állat. Ennek ilyen hangja van? Nem, itt van alattam a... Jönnek a favágók, lol. Jó, hát ez elég epik. Azért itt egy letelepedést azért élnék. Csak egy kicsit korai lenne, nem? Most készültünk-e még csak a bázisunkkal. Ez rohadt jó. Ez egy izé. Ez egy ilyen vépenbuzi hülye. Halljátok? Ez egy fegyverbolt. Ez egy fegyverboltos csávó. Hello, szia, szevasz! Oda nézzetek, armorok kiállítva minden. Júj! Ez kurva jó! Na nézzük, mit akarsz tőlem, haver? Hello, megjöttem, ilyet kérek. Nagyon szépen köszönöm. Van valami csapod? Négyes! Négyes tier questek. Nem bírom ki, hogy neki egy négyes questek itt.
Bazze. Lehet, hogy egy kicsit erős lesz mi. Nekiállunk egy négyes questnek itt, ezen a helyen, 16-33. Hát, bazze, tudjátok, mit lehetne csinálni? Nem tudom, hogy mit lehetne csinálni. Elég hülyeséget csinálok, hogy itt nekiállok questelni minden nélkül. Menjünk, menjünk, azt nézzük meg, mit akar adni. Négyes. Egy négyes questet adott. Oda nézzetek, mekkora épület ott jobbra. Azért az, vagy balra, azért az eléggé epik. Hú, azért itt is letelepedni, mekkora kúság. Soha nem csináltam, biztos tök izgi lehet, hogy itt ez ilyen jó nehéz. Meg azért jó, mert itt izé van, itt azért itt nem az, hogy füst, meg mit tudom, sötét, hanem itt ez a hideg rész. Ó, bazza, én már most parázok, hát ez biztos vagyok benne, hogy ez ilyen kurva nehéz hely. Hát, de ezt mindenhol ezek a hülye favágók. Na jó, ha nem tökölünk gyerekek, megcsinálunk egyet, jó? Küldetés. Hallod? Jaj, ez a szalon! Ezt csináltuk a másik helyen, de itt szerintem nehezebb lesz. Jó, hát figyeljetek. Nem gép, ha nem bírja, nem igaz? Mi tudjuk ezt mi csinálni. Kíváncsi leszek, biztos kurva nehéz lesz. Hello. Ja, és az ilyen infected zóna, tehát így futnak, mint az őrület. Szóval megcsináltuk a tutit. Meddig nyitja ezt az autót, ha hello? Érdekes, hogy ilyenkor nem minden egyik fut. Jó, nem baj gyerekek, hát valamit csinálunk. Kis izgalom. Tök jó, megint egy új helyen vagyunk. Havas zóna. Mennyi könyv, te jó. És még itt is. Azért meglátszik, hogyha nehezebb tír. Köztet csinálsz, mi a fasz? Nem hívott senki. Ez komolyan egy 2550-es zombi volt? Nem volt egy kicsit erős, hallod? De bazd, itt milyen jó lootok vannak? Menj a picsába. Hallod, itt ilyen, nincs is trash loot. Hanem ilyen fullok vannak. Hopp, megöttem, jó. Hú, összefostam magam, jó. Jó gyerekek, komolyan mondom, rendesen befosok, amikor így izéjének támadnak. Hopp, ez nyitva van. Na, itt nem, tetőről potyogás lesz, már érzem. Csak hátulról ne támadjon be senki. A faszodat, bazd meg! Hát azért... Azért a bunkóságnak van határa, nem gyerekek? Hogy ez megint honnan az anyja picsájából jött? A radi. Föl se vette, hallod? Az a baj, elmondom neked. Hogy elfogy a sztaminád. Az a rari az nagyon bírja, bazze. Ja, és tök jó, hogy megbolondul. És még mindig él. Végre. És nem ahhoz képest meg tök kevés XP-t ad. A kurva élet, de mi volt ez gyerekek? Egy kicsit adjunk magunknak. Viszont ez az árbor, ez tök jó. Honnan az anyja valagából innen ugrott le bazzeg az aradi, nem? Nem ugorhatott onnan, mert annak nagyon kicsi a rész. Vagy a rés. Izgi, hogy mindig új helyen vagyunk. Csak hogy hol fogunk éjszakázni, az ne kérdezzétek bazzeg. Nem van, bírjuk mi hallod. Nem kis pályázunk. Ezeket mindig megeszem. Ezt tőletek tanultam, nem is tudom, talán Demon Hill vagy Tank írta még, hogy egyen meg mindig azt, akkor nem kell cipelgetni. Egy slotot foglal úgyis, semmi értelme cipelni.
Kurva jó! Kigyó is, bazd meg! Meg Radi! Futó Radi! Elesett bazd meg a kigyóba, befosok! Kell a izé, kell a stamina! Az a Radi elesett a kigyóba, hallod? Ilyet nem, nem is láttam. Na gyere, gyere, barátom! Ez jó, mert fejbe vágod, akkor lekádézod. Az a szerencsér. Meg az a szerencsé, hogy ez az armor, ez nagyon jó. Hát heavy-re rá kell pakolni, tényleg basszus. Nagyon jól mondtátok. Ú, bazeg. Rendesen összefosom magam néhány be a játékba, komolyan. Oda fel is kell, fel kéne nézni. Meg ezt a terrautót. Héttel túl vagyunk terhelve, meg kell nézni, hogy nincs-e valami trash tudsz. Fú, lehet, hogy ezeket most ilyeneket ne vigyek, hallod, nem? Ja, meg itt van ez a mandl. Steel. Ilyen izét, kalapácsot tudok csinálni. Hármas szintet. Ezt a lockpickit elrakom, mert a végén meg lehet, hogy jó lesz, jó jön itt. És itt a szemétben is vannak tök jó dolgok, komolyan. Fölnézzünk ide. Itt az előtt nem is jártam szerintem. Már valaki öreg. Ennyi. Nem igazán értem, miért volt ide jó följönnöm. Mint azt hittem, hogy valami, van itt valami, de nagyon nincs. Itt millióan jönnek mindjárt, figyeld meg. Csalafint a dolog. Mondtam én, bazd meg. De hallod, mekkora cigányság, hogy rád esik. Ú, te fiú, mi van itt? Csalafinták vagytok, cigányok? Azt a kurva, de most nem odér, de ez köcsökség, hogy a fejedre dobja bazzá mobokat. Ez most nem volt az, gyerekek, vagy én érzem csak azt? Jó, te meg gyere be, vagy valami legyen veled. Hallod, ez nagyon nagy köcsökség volt, hogy a fejedre szórja őket. De mi loot van itt? Nagyon sok, nagyon durva lootok vannak. Csak az a baj, itt hörögnek közben. Várjátok, valamit rendet kell csinálni, mert itt tele vagyunk szeméttel. Ilyet szerintem tudok csinálni, úgyhogy megy a scrapbe. A kalapácsom is megy a scrapbe, mert már nem, nincs rá szükség. Meg egy darab gomba, az is megy a scrapbe. Rohadt jó lootok vannak. Lesz sokáig tart kinyitni. Ja, van lockpickem, és akkor emiatt tudom nyitni ezeket a szarokat, tök jó. De annyira idegesít, ez az egy... Jaj, de jó, bejött. És még valaki egyébként hörög. Tiszta stressz az egész. Jó, nincsen lockpickem, mert megszakítottam, menj a francba. Ötös kalapács, lol. Ilyen nem van.
Brutális, hogy Milud van itt, ezen a helyen. Ez nagyon jó egyébként, nagyon jó hely. Aj, ezt meg elcsesztem, gyerekek. Hát igen, ez egy ötös nehézség. Ugye nem is tudom, négy és felesnek írja vagy hogy. Ugye hatos a legnehezebb. Tír hatos. Úgyhogy ez nem véletlen, hogy egész jó. Elcsesztem az egy lockpikemet, bazza. Nem tudok csinálni, ez hogy kell? De jó. Itt erőködik valami hülye. Ja, fémcsákányt is kéne csinálni valami jót. Jó meglátás. Szerintem te is arra gondoltál, amire ér. Az előbb szkrepeltem be egyet, de ez csak egyes szintű volt, nem valami arra. Na, végre megjött, bazzer. Jaj, ne! Javítottam rajt, bazze! Jó, csináljuk, csináljuk. 18.34 van, még egy küldetés meg is tudnék csinálni. Bár mondjuk jó lenne egy... Hát igazából tök mindegy, éjszaka vadonban is el leszek szerintem. Úgyhogy nem nagy gond. Sőt, haza is mehetünk esetleg nappal. Hú, basszus, gyerekek, azért... Hogy éjszaka haza is mehetünk, azt akartam mondani. Azért ebbe a izébe, ezen a helyen is tök el lenne az ember, nem? Valahogy azért tudnám élvezni itt ennek a vendégszeretetét, ennek a havas részt meg. Van egy feeling ennek is. Van szögbelövő is, ötös, hallod? Nagyon jó. Azzal egy lövéssel tudsz upgrade-elni mindent, az benne jó. Ugye ezzel a kalapáccsal három ütéssel upgrade-el egyet, a szögbelövővel meg egyel, a vas kalapáccsal meg kettő ütéssel. Tehát ilyen nagyon gyorsan tudsz építkezni, azért jó. Meg igazából nem is kopik tőle. Mert azt ugye egyébként fegyvernek is tudod használni. Azt a betyám, mikre vannak itt a csehelyen? Hát ezt már fel sem tudom dolgozni komolyan, de még itt rendet kell raknunk ám, az a baj. Mondjuk nem baj. Oda nézhetünk, mekkora toronyházat szembe hallod? Jó, már megint hülyeségeket veszek fel, de mindegy. Üzemanyag az lehet, hogy kell. Itt meg körül kéne nézve, azt írja, hogy ugye clear-eljem itt a dolgokat. Aztán még nagyon nincsen clear-elve. Az a gond, hogy ezek a random trash-carok, ezek itt támadgatják a keepert. Itt is ugye kikér... Hú, bazza, mi van itt? Jajajajajajajajaj. Staminával csinyel, mert baj lesz. Már most látom. Azt a rohadt élet, gyerekek, mi nincs itt? Jó, ez jó volt. Big Mama egyébként jobban szokta bírni most ez. Ez cigány dolog volt, ember. Már megint honnan? Ezt megint rendbe tettük. Azt a betyár. Kemény, kemény, kemény. Fölmegyünk. Ja, a szögbelövőt ugye szegekkel tudod rendes fegyverként is használni. Ott egy radi. Bazd meg, mi volt ez öcsém már meg én? Ez nem volt megint csicska dolog? Azt a kurva élet. Nem üti ki? Mi a fasz van itt, gyerekek? Hát mi történik itt? Mi folyik a gyöngyösök? Nem erős egy kicsit ez? Egy baj van, nem mondom neked, eltávolodok, már megint izé lesz.
Ó, gyerekek, hát az mekkora cigány dolog ez, bazmány. Olyan faszán ment, mi volt ez, hallod? Nem tudsz eltávolodni, mert kur... Ah. Jó. Ez nagyon kemény volt. Azt mondjátok, hogy érzékelnek egyből, mert megörülnek. Hallod, mi volt ez, bazd? Fáldik a karakterem, tök jó. Bazd, kicsináltak, mint a szart, hallod? És az a legszebb benne, hogy ugye kéne a cuccom. Meg mindjárt fagyunk meg, figyeld. Meg zombik mászkálnak itt. Meg az a baj, ott lesznek a radik. Meg itt kell ennek mászkálni, figyeld már, bazze. Hát mire kéne erre rá itt töltsem? Ja, ott van, jó. Pont rááll, bazze, pont rááll a izébre. Apád szemére az. De most a küldetést azt már kurhatom, úgyhogy... De egyébként miért? Miért írja, hogy még mindig fázok? De miért most meg fázik? Nehogy már, bazz. Várja, most akkor a küldetés az ment megint a levesbe, de jó, ugye? Aha. Jó, de szuper. Ja, már nem fázik, jó, megnyugodtunk. Hallod? A rossz sem nem ette meg ezt a sok radik köcsögöt. Jó, lett egy pár jó lutom, de hát ez nem boldog itt nagyon. Ez nagyon cigány dolog volt itt. Azért nem akartam nagyon elfutni, mondom, akkor meg izeje lesz. Ah, jó, van mindegy. Nem mindegy. Ez a, ja, jó, de viszont jó az a hely. 19.34 van, srácok. Jó, hát ez a küldetés az nem jött össze nagyon. Viszont legalább van egy csomó cuccunk, és ki kéne pakolnom a motorba, most itt lehet egy csomót kipakolni. Nézzük, hát most kajások nem vagyunk meg ilyesmi, úgyhogy az tök jó. Lett egy csomó jó cuccom, tök jó. Baza, ebben mennyi minden fér? Ez rohadt jó. Ez egy... Baza, megint van egy ilyen Iron Pickaxe-em. Hát, gyerekek, nem vagyok igazából boldog. Kicsit nehéz volt ez nekünk, megyünk vissza szerintem a régi lakóhelyünkre. Az van megjelölve egyébként. Ez egyébként jó, meg minden frankó. Bicikle, meg ott van ez. Jó, megyünk vissza, megyünk haza, gyerekek. Kicsit megbasztak minket. Viszont ez rohadt jó ez a hely. Figyeljetek! Az anyád. Mennyi pénzünk van? 1300, mondjuk abból sok mindent nem fogunk venni. Mert arra gondoltam egyébként, hogy ennél a csávónál biztos vannak tök jó dolgok. Mármint armorok, meg ilyesmik. De gondolom az egyébként spónolhat akármelyiknél. Szóval nem olyan nagy probléma. Esetleg benézzünk hozzá még egyszer? Hogy... Nem tudom, mit lehetne eladni esetleg neki. Vagy mondjuk könyveket vehetnék, vagy valamit azért kellene venni. Ha már egyszer itt vagyok, akkor valamit kéne csinálni ezzel a csávóval. Viszont ezt meg kéne tankolnom. Nem tudom megtankolni. Na, benne van a izé, beleraktam. Már megtankoljuk gyorsan. Meg esetleg nincs olyan, amelyik... Amit nem tudnék adni? Mert ugye ér is valamit. Ez ugye a radik ellen jó. Mert ugye a radik izélnek. Regenerálódnak, úgyhogy az a probléma leginkább a radikkal, hogy ugye folyamatosan töltődik a HP-jük. És ez viszont kurva jó, hogy egy ilyen gun store. Na, hát nem sikerült, haverom. Nézzük meg az inventory-t, hogy igazából itt mire lehet számítani. Itt a Nerd Glove, ez például, ez tök jó lenne nekem. Heavy Armor ratinget simán növel. Ez izé medium. Meg van Minor Gloves is. És egyébként ezt a Minor szettet felveszed, akkor sokkal jobban csinálod a dolgokat. Meg van Biker Helmet, 4800-ak. Arról se venye meg, hallod, nincsen annyi pénzünk. Pedig azért itten... Ja, nem, semmiképpen nem lesz annyi. Pedig itt azért egy jó armort lehetne. Jók ezek az armorok, jó, hogyha...
Jó, mondjuk csúnyán megcsesztek minket, de ugye még csak azt hiszem, hogy egy darab alkatrészem, amelyik ilyen elfogadható ez. Mert ez ugye lightos. Ez mondjuk ez heavy, de nem annyira jó. Ja, ez minor, ez pont ez igazából annyira nem fontos nekem. Jó, nem baj, nem baj. Tanultunk megint ma valamit, tök jó, hogy eljöttünk ide, én nem bánom egyáltalán. Rohadt jó. Egyébként, hogyha letelepedési lenne, figyeljetek, ott van egy ilyen rohadt nagy hegy, itt mellettünk. Itt például lehetne. Egyébként le tudná ide, itt úgy telepedni, hogy ugye nem a havas részen, de hát mondjuk akkor már a havas részen kéne. Mindjárt a térképre is ránézek, mert arra is kíváncsi vagyok. Megyünk haza, jó gyerekek? És ugye holnap már akkor kapunk új questeket, meg ugye éjszaka meg kéne csinálni a Night Only-t. Hát nem lesz egyszerű, megmondom őszintén. Sőt, kurva nehéz lesz. Mert éjszaka azért minden zombi fut. És hogyha lesz egy-két radi és azok is futnak, akkor azért tudnak nekünk fájdalmat okozni majd. Ó, hogy a szeme álljon meg. Úgyhogy lesznek itt problémák. Hát megpróbálok hazajutni gyerekek gyorsan. Amúgy itt szerintem arról lehetne kerülni a sziklát. Nézd oda, ott a szikla vége. Arra. Meg ránézhetnénk mondjuk a térképre, hogy esetleg utak merre mennek. Ha megpróbáljuk kerülni a sziklát. Az a baj, nem lehet kizoomolni jobban. Ja, azafele mondtam, hogy megnézzük a katonai bázis, de most letörte a szarra megint ez. Egyébként mindig becsicsik itt a játék. De nem baj egyáltalán. Bírom. Mármint nem azért, mert mozóista vagyok, hanem azért bírom, mert tök jó, hogy van kihívás. Szerintem ott a nyiladék, ott lesz az út, ott fog átmenni az út, arra kéne menni, látod? Ott van egy ilyen nagyobb nyiladék. Én úgy érzem, hogy ott át tudunk menni. És ott minthogyha menne út is, de nem, akkor is megpróbálunk. Ott van egy izé. Megint szerintem egy olyan katonai bázis. Ja, hazamegyünk gyorsan. Aztán következő részbe csináljuk az éjszaka Night Only Questet, megpróbáljuk. Hát azzal megint bevertek minket, ez sajnálom. De egyébként léptünk közben egy szintet, úgyhogy majd tudunk rakni. Azt hiszem, hogy a kapásból én meg ugye akartunk, az itt van. És a Heavy Arborra rakunk még egyet. Akkor ugye... Ez jó, mert azért a stamina penalityt, meg ugye a movementet is ugye csökkenti, hogyha ezt így kimaxolgatod. Meg ugye kevésbé megy tönkre rajtad, úgyhogy ezeket érdemes kimaxolni nyilván. Jó, itt megpróbálunk átmenni. Úgy látom, hogy még sincs út. Úgyhogy erővel megpróbáljuk. De eléggé nagy nyiladék van, talán működni fog a frances embere. Hát bele sem merek gondolni autóval ilyen terepen, hogy lehet közlekedni. Mármint, hogy még így a motoron is neki megyek mindennek, pedig így kisebb esélye van. A kocsi az jó szar lehet. De gondolom a helikopter az meg marha jó, csak gondolom az meg sokat zabál. Vagy biztos van valami hátránya. Biztos eszi az üzemanyagot rendesen. Nagy gáz a gyerekek, fölkapatunk itt. Hát megint becsicskitottak. Komolyabb volt, de mindig meghalok ebben a játékban most. Majd aztán mondjuk leszarom. De hát most ez is például kezelhetetlen volt ez a szituáció. Hát rád jön basszus egy ilyen csomó rali. Hát ezeket kurva sokat kell lőni, meg minden. Ezek nagyon kemények. Meg ugye regenerálódnak. Tehát most leütöd, aztán fekszik a földre, és akkor örülsz neki, hogy addig nem támad, addig meg közben gondolom nyomja a regenerálódást. Hát itt aztán próbálkozok, aki nem. Közben lehet rám jött még egy izé is, egy madár is. Hoppá! Jó. Ez még én is sebződtem, basszus. Hadd van nyú... Igen, jó van. Hát ezt beülőzíteni, hogy normálisan találd el ezt a madarat, ez meg egy rémálom. Igen. 86-ról 68%-ra zuhant a motornak a izéje, az durability-je, az eléggé fájt. Ó, de kár, hogy megvertek minket, pedig aztán volt nagy izé, nagy öröm, hogy most én ezt így ügyes leszek. Aztán nem jött össze, mi gyerekek, pedig tényleg nagyon bíztam benne, hogy ez nem lesz annyira nehéz, de aztán mégis nehéz volt. Ja, viszont
Ez a fogyasztás, ez eléggé drasztikus ebben a motorba. Ez milyen csinálják, akkor köpött egyet? Kíváncsi, hogy milyen messziről fog látszani a tornyom. Megyünk Toronyra, Antám. Itt az a nagyváros. Tök jó, van egy csomó minden ebben, ezen a mapon. Na. Szávasz. Legalább egy kis XP. Bár ugye most úgyis büntibe vagyok. Na bassz meg már megint. A rosszabb rövette meg ezeket a madarakat. De legalább meg lehetne izzeljelni. Enni őket, mármint normális hús jönne belőlük vagy valami. Ott is száll fel egy, hallod? Minden jól vagy. A szívrohamba halt meg szerintem. Le vagyok törve megint! Mindig le vagyok törve ebben a játékban, mindig megszivattak, bazzák. Lehet azért... Ím, 64%. Lehet azért nem megy egyébként ez a motor, mert ilyen rohadt nehéz. De már megint bazzák, komolyabb oda, ez megy egészéig most. Ez már hányadik motor? Hányadik? Ötödik madár volt, vagy hányadik? Ott is száll fel. Egyébként röhely. Hogy néha, az mi a fasz van itt, bazzek, ha komolyan. Néha a zombikkal is így van, meg a madarakkal is, hogy 3 órán keresztül egy büdös darabot nem spónol valamikor meg fossa. Csak gyűnek rá, érted, de nem. De ez tök így van, ez olyan, mint amikor GTA-ban ugyanazt az autót spónolja egy darabig, valamikor meg nem rakta belőle semmit. Hát ez normális, hallod? Ez egy vicc. De valamikor meg ott is, figyelj, mindenhol marán most, valamikor meg tényleg egy darabot nem látsz, mit tudom én, egy egész napon keresztül. Hát ez, most ez, mondd, hogy ez normális, bazd. Neked meg ide küld a gyűnöd, bazd meg, hát akkor vállad a felelősséget, következményeidet. Mennék haza, adjatok békén állatok, hát már megőrülök, mi az? Ott meg ott egy láma. Azt hittem ott egy zsiráf, azt hittem csak egy kaktusz volt. Figyelj, mindjárt megint. Ott az mi? Ott egy autó. Jó, hogy van ott egy út? Nem, nem út van ott, hanem ott tüzélek, valaki táboroztak. Sivatag közepén. Biztos, hogy speedzónosok. És aki nem látta azt a speedzone részt, amikor a nevadai sivatagban voltak, aztán futkozta a Scorpiót fogni, azok nem értik, hogy miről beszélek. Jó, de most a kutyát is vagy befőbe spawnolja, gondolom egyébként lehet, hogy be este van. Jaj, már érjünk haza, bazze! Itt meg egy csukjás csávó. Mit keresnek ennek a sivatagban egyébként? Több ember van bazze a sivatagban, néha, mint akárhol. Mint így a városokban. Ó, még 1 kilométer. Hát már régen látnom kellene a tornyomat. Valaki ledöntötte addig. Mi multiplayerben azért nem lenne baráti, hogy csinálsz egy ilyen tornyot. Ma csak nem nagyon... Ó, ott van! 1 kilométerről látszik a tornyom. De jó! Nagyon adja. 1 kilométer volt kb. Pont. Milyen pici az a torony? Most képzeljétek, hogyha 2,5 vagy 3-szor ilyen magas lenne. Azért, hogy epikebb lenne. Na majd csinálunk valami jót legközelebb. Most megpróbálunk elmenekülni a madárral. Hát nem a faszodat nem lehet. Késő, megkéseltem a madart. 21.43. Fasza. Az a durva, hogy pont ugyanannyi idő van így a reel is most, amikor veszem fel ezt a videót, mint a játékba. Ez vicces. Azért ezt tudom függeni, ezt a játékot rendesen. Szeretem. Remélem nem lesz egy zombi horda ott bázisomnál, le kéne parkolnom, ki kéne pakolnom a motorból is, meg mindenhonnan. Pénzhiányba szenvedünk gyerekek, mert mindig elköltöbb idere, de legalább fejlődünk. Egyébként fém szerszámokat lehet, hogy fogok csinálni most. Mert már nagyon izé vagy, nagyon égő. Nagyon ciki, hogy izé ilyen kőszerszámokkal konkrétan
az első napi szerszámaimmal itt dolgozgatok, mármint le lehet kraftolni őket az első nap, meg mindig azzal gyomom. Menjünk! Itt a katonai bázis. De ez a kisebbik. Ugye ez nem ilyen komoly. Az, amelyik ott elmentünk mellette és ki akartam rabolni, az keményebb fajta volt. Na, jaj, de jó, megjöttünk. Fát is elvileg ütetni, azért jó lenne. Lekapcsolom a lámpát, hogy hamisba jövünk. Ja, nincs kivilágítva a kecó. Ebből kéne benne lenni fákjának. Az mi a fó? Érdekesen néz ki itt, hogy alá látni. Ez nem is ilyen volt, vagy ilyen volt. Nézzük meg a lootokat, azt arra gondoltam, de nézzük meg itt ebből először. Ezeket mind felveszem, és akkor tudnánk egy olyat csinálni, hogy ami ugyanolyan, azt ugye fogod, és konkrétan egy föl tudod szedni. És akkor nézzük meg, hogy van-e olyan, amelyik ilyen nagyobb, nagyon fontos lenne, és melyik az, ami nagyon nem fontos. Például egyébként ez nem fontos nekem. Ami nem fontos, azokat itt hagyom lenn. És ami fontosabb, azt felviszem. De mi az, ami fontosabb? Amit most akarnék használni, ugye? Krumpli mag? Krumpli? Ez? Oké. Okay. Azok meg maradnak egyelőre, mert igazából ezeket most nem nagyon akarom használni. Úgyhogy rohadjon meg itt. Hát nem vagyok boldog. Szomorú, szomorú lettem. Szomorú szamuráj. Megyünk föl, 9-es izé túlterheltséggel. Egy hét mire fölérek, aztán mit akartam csinálni, gyerekek? Egyébként le kéne szüretelnem, meg el kéne ültetnem megint. Még hogyha nem is nagyon csinálnak, figyeljetek, kaját azt felhoztam. 34 hús, jó, meg van egyébként más kajám is, jó van. Ja, szüretelni kéne, meg a magokat rendszerezni, mert ott szerintem most már bőven megérett a termésünk. És majd meg kellene nézni, hogy milyen kaját érdemes csinálni, meg milyet tudok. Meg valamit, ja, fémszerszámokat le kéne kraftolni. Kéne ásó, csak az a baj, akkor külön kell most már fejsze, meg külön kellene ásó, és külön kellene csákány, ugye? Mert eddig a fejszének tudtad használni, meg csákánynak ugye azt az elsőt, azt a kőbaltát. Eddig ugye úgy működött, most már ezután akkor nem úgy fog működni, hanem így ketté oszlik ez a dolog, úgyhogy egy szlottal többet kell cipelned magad, de ez egy kicsit problémás, ugye ennyi baj tud lenni ezzel kapcsolatban. Na gyorsan ezt megcsinálom. Azt mondjátok, már megint izé van. Zombi van itt fönn. Azt hittem az. Jó. Akkor várja. Kész kaja. Kész kajához mehet ez. Mehet ez. Kicsit izélni kell, rendszereznem kell. Mondjuk a izéket, a gyógyszereket. Nagyszerű. Kaja alapanyag. Mondjuk ez pont pia alapanyag. Van már 32 murky water-öm, meg még mindjárt lesz még több is. Ezt beszkrepeljük. Szerintem tudok jobbat csinálni. Már csak azért. Kéne olvasztanom. A izét akartam beolvasztani ezt. A májszer. Ilyenkor nem olvasztja? Ne, indulj be. Meg szerintem van még nekem. Igen. Meg van, akkor van clay-em, nem tudom, mondjuk lehet, hogy a clay-t azt pont lehagytuk. Ja, a clay az volt, de lehagytuk. De kár. Mennyi clay van bent? Pont nincs ebbe az a clay, ez akkora szopás. Akkor baszhatom azt az egészet. Mármint nem fogok tudni semmit csinálni körülbelül. Ugye a clay is kell ehhez. Nekem meg, mennyire, hány darab vasam van? Várjátok itt ezt. Íh, de nem ezt akartam. Alkatrész. Ilyet szereztünk, ez ugye kell egy csomó. Hogyha akarok majd készíteni.
Alkatrészek, ez is megy ide. Várjátok, ezt is ki kéne szedni. Ó, de jó. Kaja, fia alapanyag, ez mehet ide bele. Meg már van 40, tök jó. A két fiát is kirakom. Szupi, szupi. Ezt nem tudom, miért nem hagytam lenne a motorba, én hülye. A szídeket össze kéne szedni, mert egyébként szerintem szídeket, meg kell nézni, hogy nem tudok csinálni most már szídet. Ha tudok csinálni szídet, akkor legyen bőven szíd. Szuper. Megnézem, hogy még másból esetleg tudok-e szíret csinálni. Hát másból igazából a tökből azt hiszem már tudok, de hát mi értelme a töknek? Ja, csak nem fogok tudni csinálni, mert kell hozzá őt. Úgyhogy ezt akkor felejtős. A krumpliból tudok csinálni szíret? Abból is 5 kell. Jó, akkor nem lesz. Akkor ezek mennek vissza. Jó, nem vagyok gondolkodva, gyerekek. Ó, ezt meg le kell szüretelni. És ad belőle talán eléggé jól. És a vizekből majd ma izét fogunk csinálni, csak kizárólag kávét. Mert az így jó biznisz lenne. Na gyerekek, ó, egy csomó berrib is. Nagyon jó, akkor most mit ültessünk, ugye? Van nekem 9 darab kolszidem. Azt kellene akkor ezt... Ezt miért írja lilára? Ezt nem tudom megérteni. Nagyon jó. Kávét azt valószínű, hogy kéne, de egyébként... Ja, kávé. Jó, mert adja már így a magot is. Kávé, az jöhet bármikor. Oké. Okay. Meg, mondjuk ezt az egy kort még egyet elültetjük. Van egy berry seedem, azt is elültetem. Nincs a még véletlen seedem, valami krumpli seedem, az miért nem lett? Ezt mindenképp úgy kell craftolni? Elég szar. Mondjuk krumpli az nagyon nem kell nekem, inkább csináljunk még. Ja, itt egy krumpli seed, bazza. Csinált ez, esett. Mi van még? Hány darab helyen van? Egy darab helyen van. Akkor csináljunk egy darab konszident. És azt még ide elültetem. Jó. És akkor szídem nem is maradt egy se, magam nem maradt. Hanem ennyi viszont lett ilyen kajám. És ebből ugye tudok csinálni. Mit tudok csinálni? Ezt tudom csinálni. Meg ilyet tudok csinálni, de azt hiszem, hogy ez nem valami jó kaja. Úgyhogy ebből... mennyi kávét tudok már? Nagyon jó, nagyon jó. Pia alapanyag, oké. Okay. És akkor a kávét azt viszont tudtam is ültetni. Tehát akkor nem kell elraktároznom. Viszont akkor a pia alapanyagból, a készpiából ki fogunk venni ilyet. És akkor főzünk mi, kávét fogunk főzni, sok kávét. Hol van a pia alapanyag? Pia alapanyagban? Kávé, 51. És akkor ebből kéne, ez az, tudunk 30 darab kávét. Na egyébként ez volt a terv. Ez volt a terv, gyerekek. Egy órán keresztül csinál 30 kávét, ez kemény. És a pia alapanyagból még kiszedjük ezt, és akkor csináljunk belőle még rendes vizet, ugye, hogy utána tudjak megint kávét csinálni. Oké, receptek. Oké. Szefőzzük mindig izének. Itt még van bármi. Nincs idő van. 39 darab kávét tudok csinálni, meg még 12-re van opció, szóval az így tök fasza. Ja, nekem nagyon királyok vagyunk, egyébként egész jó haladunk, nem? Meg a kaja, egyébként ebből szerintem ilyen, lehet, hogy ezt kéne csinálni. Egyelőre, mert más nagyon nem tudunk, ugye? Várja, ez mi kell? Ilyen hobókaja, nem tudom, ez tök jó. Ez igazából megvan mindenem, figyeled? Ez is tök jó. Krumpli, azt érdemes.
Ez mi ez? Ez gomba kell. Viszont ehhez konkrétan meg tudok termelni mindent, animál fett az tök egyszerű, meg van is egy csomó. Víz az egyszerű. Mi van még ittem? Gomba. Ez egyébként, ez egy egyszerű kaja. Krumpli kell, meg kukorica kell. És ez ugye megvan. Meg igazából akkor hús kell hozzá. Kaja alapanyag, várjál. Krumpli, hús, zsír, ugye? És akkor... Mikor még hozzá? Ilyen romlott hús. A romlott hús az meg azt hiszem, hogy a szelves krabd van. Igen. Meg víz kell hozzá, ugye? A víz az mondjuk pont most készül. Mert az ugye nem volt már. Na jó, hogyha ezt kiveszem, akkor megmarad a vizem. És akkor... Új, gyerekek! Figyelj, ilyet is tudok. Ja, ez sima húsból készül, ez meg romlottból. De szerintem ez a jobb, nem? Ez kajak-kaja. Na, végre valami normális kajákat tudok készíteni, ez tök állat. Ez tök jó. Jó, és akkor igazából mindig azt kellene csinálni, nem? Úgyhogy a krumpli is kelleni fog. Meg akkor a zsír is kelleni fog, meg akkor itt fogom tartani ezt a kaját, izét is. Szuper, szuper gyerekek. És a maradékból, ugye akkor csinálok még kávét. Ja, hát akkor rengeteg víz kell, de viszont ugye készül 40 darab vizem még, úgyhogy az is meg lesz. Ó, hát akkor mindig kávét fogok inni, a kávé ugye az tök jó, mivel az stamina reget is ad. Ugye itt van, water 24-en, stamina reg 20%-ot. És még cold resistet is ad, és 3 percen keresztül adja ezeket a buffokat. Úgyhogy ez tök fasza. Ide viszont meg még ezt beolvasztom, mert miért nem. Clay kell majd ide nagyon sok. Meg kéne néznem a izaiket, a... Itt a legegyszerűbb egyébként, hogy mit tudok csinálni. Hol van? Hú, hát ezt milyen későn tudnék csinálni? 7-esen van és 26-osan tudnám az elsőt is. Nekem meg lett egy 5-esem, az rohadtul nagy. Nagyon jó. Harvesting toolok. Na ezt mondtam. Tudok csinálni iront, meg steelt is tudnék már csinálni. Steel tools-t. Ugye ez minden egyre vonatkozik, tehát baltára is. Akkor... Nézzük, mi kell hozzá. Ilyet tudnék csinálni, 2-es szintűt. Konkrétan... Ja, acél kell hozzá, mondjuk acélt nem tudok készíteni. Úgyhogy ez probléma. Mi a neve? Iron Fire Axe. Ilyet viszont tudok csinálni 5-öset. És ehhez csak iron kell. Meg tudok csinálni 5-ös izét is. Pickaxe-t is. Sőt 6-osat tudnék ugye. Ja, ehhez kell. Hát vasat kellene olvasztom és konkrétan akkor meg tudom csinálni ezeket. Úgyhogy valószínű, hogy ezeket le fogjuk cserélni, ezt is le fogjuk cserélni, meg ezt is le fogjuk, meg az ásót is le fogjuk, és akkor 5-ös szintű lesz, bár mondjuk egyelőre most annyira még nem használom, de azért lehet, hogy jó lenne. De viszont meg kéne robotokat csinálom. Csomó mindent. Jó, elbúcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek, látjátok most, hogy beindult akkor a normális kaja készítése. Ez extrém hosszú ideig csinálja mondjuk. Itt meg ugye folyamatosan jönnek a kávék, és akkor ezután valószínű, hogy azt fogjuk csinálni, inni leginkább. Annyit meg akarom nézni még, hogy a lyukka juice, az mennyivel, hogy nem-e jobb. Mondjuk lyukka fruitot azt nagyon tudnék csinálni, nagyon könnyen, de a lyukka juice, hát azt meg nem tudom. Azt lehet, hogy a íze egyébként jobb az enyém, amit én csinálok. Meg ezt akartam igen megnézni, 2-es szintűt tudok csinálni ugye, csak rengeteg alapanyag kell hozzá, hát bányásznom kell, lehet, hogy kell, fogok csinálni egy bágyát. Vagy pedig akkor már valami specifikus olyan dolgot, ami igaz, hogy termelem ki a követ, de... Hát ja, viszont ide nem érdemes azért árkot ástam. Ja, hát ezt nem tudom, még kitaláljuk gyerekek, hogy ez hogy legyen. Jó, szuper. Örülök neki, egész jól haladunk. Tök jól működik minden, beindult ugye a gazdaságunk is úgymond, mármint termeljük a kaját, saját részre, tehát nem kell nagyon marásznunk,
Viszont mondjuk ja, azért néha azért jó lenne. Várjatok egy kicsit, hadd rakjak rendbe jó dolgokat. Tényleg nem tart sem eddig. Szelvetlen craft. Ebből mindig kevés van. Jó, ezt itt is hagyjuk. Oké. Ezt meg figyelj, ezt scrappelem, mert nekem ilyen nem kell. Ez a puskát meg kirakom, mert igazából nem tudom, hogy ennek sok értelme van-e. Egy lövetű. Lehet, hogy egy jó ízével egy mestervész távcsővel esetleg még adná is. Viszont lőszerem az kezd korribilis mennyiségű lenni. Oké. Okay. Ja, ez lehet, hogy jó ám egyébként, csak... Ja. Egy lövetű bazzer. Hát ezzel most mi a tükömet csinálok? És még ilyen zombi hang van. Aha. Valami van, valami zomb... Ja, jó. Na jó, kipróbáljuk ezt a puskát legalább, vasikítósan. Na jó van akkor. Nesze. Imádom. Ja, ezt a ízéket, ezeket kell egyébként fölvennem, de ezt föl is veszem. És nem jó vannak ezek leragva, ha mondom nektek. Nem jó voltak leragva, hanem ezeket így kéne leraknom. Ja, így. Mert így látja be az egészet. Én felnél raktam, arra néznek konkrétan. Pedig ezek így jók, mert akkor így arra is néz. De egyébként most hol zombi, bazd meg? Ennyi volt, egy darab zombi volt. Ja, hát ez a puska, ez meg kaki, ilyen egylövetű szar. Jó, lehet, hogy... Hát igaz, 70-et sebez. Na, nézzük. Most elvileg jobban működnek ezek. Aha. Az a turret az mit csinál ott egyébként? Csak lelógatja a fejét. Ja, az ő minden éjszaka itt betámadnak. Viccesek. Lol. Ilyenkor mit csinál az, amelyik leesett? Tudja rosszabb. Aha. Szerencsétlen. És az a baj, nem látom őket, úgy utálom. Na, oda esik, ezt most látom. Fia, ott rohangálnak le, hallod? Üti azt a falat. Megbolondulnak, ahogy leesik, elkezdi ütni azt a falat. Üti. Üti, de megunja. Nagyon vicces. Viccesek egyébként, hogy tényleg nem tudnak ide följutni. Ja, amikor leesnek, akkor elkezdik pofozni a falat, de hát sok értelme nincsen neki, szerencsétlenek meg. Jó, ez meg úgy látom, hogy... Itt rengeteg iron berakok. Ja, kell valami ízű bányát csinálnom, mert úgy látom, hogy kevés a... Meg csináltam egy ilyen. Na, ez egyébként 50 foodot ad konkrétan. Kettő nyírra rakja a foodon, meg 25 HP-t, meg még vizet is ad, úgyhogy meg stamina bónuszt is, úgyhogy ez ilyen brutál jó kaja. Mindenképpen akkor ezt kell erőltetni. Most egy kicsit sok kukoricát ültettem, de ezután majd a krumplira fogunk rámenni. Igen, a krumplit inkább azt fogjuk erőltetni. Jaj, de viszont ez nagyon jó, ez nagyon tetszik. Kaja alapanyag, ugye akkor ezeket majd külön rakjuk, hogy mi kell hozzá. Krumplihoz hús kell hozzá, de egyébként tudjuk a másik fajtát is csinálni. Az is tök jó. Ez jó egyébként. Ez viszont leszkrepelem a ficsában, ne legyen nekem ott ilyen. Oké, okay. És a többi, ja meg a zsír, akkor ezek kellenek hozzá. Ugye ebből tudod csinálni azokat az egytál ételeket, akármilyet is. Jó, tök jó, örülök. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek gyerekek, sziasztok!